Kedves barátaim, akkor kezdjük el ünnepségünket. Kedves Misu, igen, tisztelt professzor úr, nem tudom, mit tegyünk még. Itt a sor, igen, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy köszönhetünk téged születésnapod alkalmában, ami éveket tekintve sok, 1000 forintosokra váltva nem olyan sok, de mi jobb híján erre jutottunk ki, hogy ezt adnánk egy oklevéllel együtt át neked. Az oklevél az a főiskola fenntartója, Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség nevében én, mint annak elnöke, írtam alá, és ennek a közgyűlési szabálya, valamint a magyar kormánynak a 204. törvénye 92. paragrafus 6 per C pontja alapján továbbá a szenátus 2012. szeptember 5-én hozott döntése alapján megalapította a Wesley János lelkiképző főiskolán a Wesley János emlékérmet, amelyet a főiskola tudományos tanácsának javaslatára 2015-ben Vajda Mihály András, aki született, itt jön a kellemetlen számsor, 1935. február 10-én részére adományozza 2015. március 11-én. Sajnáljuk, hogy nem február 10-én tehettük ezt meg, de talán most is aktuális. Itt van az érem, az oklevél és benne egy kis politik. És még egy dolog, nálunk az a szokás, hogy az ünnepeltnek felolvassuk azt a Zsoltárt a Bibliából, ahány éves. A te Zsoltárod, a 80. Zsoltár így szól, ez Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. A seregeknek Ura Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásra kenyerével éteted őket, s könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hoztál ki, kiűzted a pogányokat, és azt elültetted, helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepte a földet, hegyeket fogott el árnyéka, és veszélyi olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig eresztette, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó seregek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az egekből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, amelyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcod haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak, hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Isten éltesse, büszkék vagyunk rád, nagy tisztelettel és szeretettel gondoltunk eddig is rád, és ezután még inkább az ünnepségünkben. Ebéd előtt Nagy Péter Tibor szól még néhány szót, a pohárköszöntőt Misi fogja mondani, és Balatoni Péter zongoraművész pedig tisztet és sokat fog játszani a tiszteletedre. Köszönöm, hogy elfogadtad. Nagyon köszönöm. Festmény és szobor maradt.
Kedves Misó, kedves barátaim! Az a tudományos tanács, amelynek nevében téged köszönteni kívánlak, hát sokféle szakmájú emberből áll, és éppen ezért én úgy gondolom, hogy ha van is köztünk olyan, aki autentikus arra, hogy a te filozófiai munkásságodat méltassa, azt gondolom, hogy ez nem ennek a testületnek, bármennyire is tudományos tanács a neve, nem elsősorban ennek a testületnek a tiszte, ezt a munkásságodat azon a félkontinensen kívül, amelyik elismeri most valamilyen furcsa oknál fogva a magyar filozófiai szakma nagy része is elismeri, tehát mintha párhuzamba kerültünk volna ilyen értelemben a világgal. Éppen ezért én egy kicsit másról szeretnék itt beszélni, ami miatt azt hiszem, hogy téged azok is nagyon tudnak tisztelni, akik nem filozófusok, vagy nem igazán tudják a filozófiai műveidet olvasni, de odafigyelnek egy közéleti jelenségre, és ez a közéleti jelenség az az, hogy történt valami 1973-ban, és aztán történt valami 2011-ben. Ugye azt hihettük, vagy azt hihették sokan, hogy a Kádár rendszer konszolidációjával a 60-as évek után vége a koncepciós pereknek és a koncepciós eljárásoknak, és valóban ténykedés, hogy a 70-es évek elején már mindenféle dolgok megjelentek. Ugye nem nevezték meg népfelkelésnek 56-ot, mint sokkal később, de már nemzeti tragédiának nevezte ugye Kádár János, talán éppen 73-ban vagy 72-ben. Megjelent a sokunk ízlésének nem megfelelő, de hát mondjuk a mainstream történettudománytól mindenképpen alternatívájában eltérő nemeskőti könyv. Szóval mindenféle dolgok történtek, amelyből azt lehetett volna gondolni, hogy ha nincs is itt a szabadság, de valami fajta, hát sokkal élhetőbb rendszer keletkezik, hogy azt a fajta, a mindennapok kompromisszumainak azt a tömegét, amit a Kádár rendszer megkötött, azt a tudósokkal is meg fogja kötni, vagy megkötötte. Na most a ti ügyetek, a filozófus ügy, a 73-as párthatározat és abból eredő kirúgásotok, ugye Filozófiai Intézetnek volt akkor Misú, talán már 61 óta, tehát már bő 10 éve a munkatársa. Tehát a kirúgásodok bizonyítja azt, hogy amikor egy, hogy mondjam, diktatúra úgy gondolja, hogy mégsem lesz olyan, hogy mondjam, cuki diktatúra, mint amilyennek tűnik lenni, vagy békülékenyebbnek tűnik lenni, akkor éppen azokra fog lecsapni, akikre hát bizonyos értelemben a legkevésbé indokolt, mert akik a bizonyos értelemben leginkább hordozzák azt a fajta autentikus szellemi hagyományt, a Lukács tanítványokra, az egyetlen olyan hagyományt, ami a baloldalnak vagy a marxizmusnak az élő hagyománya. Bármennyire is magadat Marx után szabadonnak definiálod,
Azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy ez volt a 70-es években a marxizmus leginkább élő hagyománya. Ez a koncepciós eljárás lezajlott, Benedeket kirúgtak, történt, ami történt, és hát aztán ugye tartósabban itt voltál Magyarországon, és lezajlottak a rendszerváltás utáni évtizedek, amelyben te mindig egy nagyon, hogy mondjam, kiegyenlítő, meg józan, meg nem nagyon szélsőséges álláspontot töltöttél be. De valahogy ehhez a szabadságelvű hagyományhoz, vagy ahogy te szoktad mondani, a rákérdezés szabadságához úgy mindig ragaszkodtál. És hogy nem meglett ennek a következménye, hogy 2011-ben egy újabb diktatúra megint koncepciós pert csinált ellened. Miközben azt gondoltuk, hogy koncepciós perek már nem lesznek, hiszen már annyi eszköz van egy modern kormányzat kezében, szinte korlátlanul lehet lopni, ugye ezt közpénz elosztásnak hívják, meg EU-s pénzeknek, meg minden módon, de azért megpróbálták a lopást, pontosabban a koncepciós pergyártást. Most azt gondolom, hogy ez egy ilyen szimbólum, tehát hogy egy diktatúra végén, amikor már nem lehetett gondolni, hogy perek lesznek, akkor is te voltál az egyik első célba vett személy, meg egy diktatúrának az elején, amikor még nem lehetett gondolni, hogy koncepciós perek lesznek, akkor is te lettél az egyik célba vett személy. És azt gondolom, hogy akiket nagyon sok, nagyon sötét, nagyon gonosz ember, nagyon utál, annak valahogy valamiért nagyon-nagyon igaza van. Isten áldása.